A kortárs magyar képzőművészet a Szegedi Regionális Összművészeti Központ kiállítási koncepciójának a homlokterébe tartozik. Ezért is ajánlották fel, hogy a 2012-es táblaképfestészeti biennálé egyik díjazottjának a rákövetkező évben önálló tárlatot rendeznek. A salgótarjáni születésű Fürjesi Csaba képei azonban nem csak ez az ígéret miatt kerültek az impozáns rökkpalota falaira. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy ő a hazai festőművészek azon új generációjának tagja, amelyik nemzetközi porondon is képes megmérettetni magát. Olyan alkotó, aki nem az aktuális trendeket követi, hanem saját világokat teremt magának, miközben univerzális kérdéseket tesz fel. Ez a fajta figuratív festészet, ami itt megjelenik nála, ez a meglehetősen misztikus, titokzatos festészet, persze vannak elődei, tehát lehetne neveket mondani a Fehér Lászlótól kezdve, de egészen másfajta ez a kísérlet. A magyar művészetben például ezek a nagyon érdekes interferáló felületek, amelyek itt az elmúlt 2-3 év képein jöttek létre, ami a vászon alapstruktúrája, tehát az alapszövete és a festéknek a pászmája, ahogyan ezek összejátszanak és létrehoznak egy ilyen fluktuáló, virtuális teret, ez is lett a kiállítás címe, hogy virtuális lét. Ez szerintem egy teljesen egyéni és nagyon jól körvonalazható életművet mutat. És hát azt gondolom, hogy pontosan ezek az életművek azok, amelyek tényleg kompatibilisek lesznek Európával, vagy kompatibilisek Európával és a világ mostani képzőművészetével. Ez az első alkalom, hogy a palotában egy teljes emeletnyi teret kapott egy olyan kiállítás, amely nem teljes életművet, csupán egy életciklust ölel fel. A tárlatot megnyitó Szabó Noémi művészettörténész szerint azonban az anyag Fürjesi Csaba életművén belül egyfajta összegzésnek, kiteljesedésnek tekinthető. Fürjesi tájai terei, szférái nem a konkrét, hanem a relatív időérzékeléshez kapcsolódnak. Azokhoz a helyzetekhez, amikor az idő lelassul és kitágul, a földi tér pedig elveszíti hagyományos ismérveit, és olyan misztikus színpaddá válik, ahol a beavatásokhoz hasonlóan az igazi megismerés vagy felismerés lehetőségét tartogató nagy történetek zajlanak. Fürjesi Csaba monokrom kompozíciói tehát az időn kívüliség álomszerű transzdimenziójában mozognak, ahol az általános realitást felváltják az illúziók, ahol mindent beborít az a folyamatosan kavargó mágneses térerő, amely bár dinamikus mozgás illúzióját kelti, mégis homogén hátteret nyújt. A kiállítási térbe belépőnek nem kell sokáig töprengenie, miért viseli a kiállítás a virtuális lét címet. Az alkotásokat szemlélve elbizonytalanodunk a fizikai jelenlét alkotó elemeinek szilárdságát illetően, és egy vibráló, folyton változásban lévő anyagiságba csöppenünk. Az illúzió előidézésének titka az, hogy Fürjesi Csaba szívesen kísérletezik. Szokatlan alapanyagokat használ, egyedi grafikai eljárásokat dolgoz ki. Egy grafikai présgép bevonásával készül a felület, és ezeket a felületeket, ezeket a vásznakat, mint maga a vászon, azt én előtte megdolgozom ezzel a préssel, különböző a szerkezetű és minőségi anyagoknak a felületre vitelével és préselésével. És utána az itt keletkezett felület az, ami mint hogyha teljesen fehér vászon lenne, úgy fogom fel és arra dolgozom. Tehát nyilván ez így nagyon laboratóriumi, amit mondtam, de a hatása az ami számomra érdekes, mert ennek a képzetes szerkezete, vagy a látható háló struktúrája ilyen szőtt térnek, vagy ilyen szféráknak szoktam így magamnak említeni. Ezek valamit már megindítanak, valamilyen a viszonyt teremtenek, amikor, amikor elkezdek olajjal dolgozni rá. Az alkotói folyamat tehát nem a primér önkifejezéssel indul, hanem egy szándékosan előidézett köztes állapottal, valami olyasmivel, amit a művész maga generál, de mégis sok véletlenszerűséget tartalmaz. Van egy olyan megidézett felület, amiben a virtuálisság a lényeg, az, hogy ez valahol nincs sehol. Ez nem egy fizikai közeg, hanem a szféráknak az a metszete, az a dimenzióknak határa, vagy találkozása, amiben
azok a folyamatok játszódnak, amiket belefestek. Fürjesi Csaba nem menekül elefántcsontoronyba a napjaink emberét próbára tévő kihívások elől. Nem akarja és nem is tudja magát kivonni a benyomások, impressziók alól, így önkéntelenül is reagál, reflektál a mai világ jelenségeire. Például a virtualitásra. Sose festek azért egy képet, hogy az a virtuális létről szóljon, vagy ezt járja körül, hanem az a folyamat, az a szemlélet, amiben alkotom, az gyakorlatilag ennek lehet egy hordozója, vagy egy alátámasztója. Minden pillanatban tudunk valamit a világról, és akármennyire próbáljuk ezt alkotás közben kizárni, vagy éppen ellenkezőleg nem kizárni, hanem erősíteni, ezek hatnak ránk a gondolati tartományokra, meg azokra a tartományokra is, amelyek eléggé tudatalatti mezők, és ott kalandozunk. Fürjesi Csaba 2 évtizedes alkotói pályafutása alatt többféle stílust elsajátított a tisztán indulati foltfestészettől a figurális, realisztikus megfogalmazásig. Számos rangos szakmai díjat elnyert már, az ő nevéhez is fűződik a Ceredi Művésztelep elindítása, amelynek művészeti vezetője. Meghatározó volt számára az a külföldi ösztöndíj, amely révén 2 hónapon át Salvador Dali egykori montreuil-i műtermében dolgozhatott. Nem gondolom, hogy az ember jobb képeket csinál, de azt mindenképpen gondolom, hogy ha más nem, amikor oda megy, és amikor végzett a műteremből kifele jövet, akkor az úgy más érzés, hogy hol volt, hol dolgozott, vagy hova megy, és honnan jön. Szóval ez egy nagyon-nagyon, nagyon nagy kalandnak fogtam föl. Fürjesi Csaba egyik fő témája a jelenlét, az ember időben és térben változó élménye önmaga létéről. Föld közelben című képén is a virtualitás és a kézzelfogható valóság furcsa viszonya ejti gondolkodóba a szemlélőt. Lehet, hogy ti voltatok, de én nem voltam a Holdon, és nem tudom, hogy a felület az ott milyen. De lehetséges ez, hogy nem ez a holdjáró éppen nem Holdon, hanem egy más bolygón. Mindenesetre ennek a szférának, ennek a virtuálisságnak, hogy ez a kifejezése, ez nagyon-nagyon jó tematikusan illik ez a motívum, ami egy olyan világról tudósít, ami számunkra megfoghatatlan. Nyilván 100-200 év múlva lehet, hogy természetes lesz, hogy 4:30-5 kezdődik egy mozi a Hold Plázán, vagy mit tudom, és akkor ott vagyunk. De ez most olyan léptékváltásra késztet minket, ami csak belül zajlik. Tehát virtuálisan tudjuk elképzelni. És ez egy tudósítás, ez egy kifestett dolog, ami nem látható, egy megjelentett olyan dolog, ami egy kvázi kitaláció, miközben van benne egy hiteles elem. A kiállítás képeit szemlélve a létezés alapvető kérdéseihez juthatunk el. Az emberi jelenlét nem mindig kézzelfogható, az alak sok esetben csak pulzáló asztráltestként vagy arctalan sziluett formájában jelenik meg a vásznakon. Valami olyan sajátos fluidumot, egy olyan érát, egy olyan étteri festészetet hozott létre, ami már ha az ember belép a terembe, akkor is megfogja, tehát most a narratíváján túl is, és hát én bízom benne, hogy ezen a 47 képen, amit itt mi bemutattunk, ez tapintható lesz. Az impozáns szegedi Rökpalotában berendezett tárlat mintegy 50 műalkotás révén enged bepillantást Fürjesi Csaba sajátos, emblematikus világába.